A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Gödöllőn tartott küldött gyűlésén a rendezvénynek helyszínt adó egyetem nevében dr. Tőzsér János rektor köszöntötte a résztvevőket, bemutatva a hazai agrárképzés fellegvárának tartott felsőoktatási intézményt. A Szent és Egyetem karainál és itt a Gödöllői kampuszon is kellő tudástőket és kellő innovációs kapacitás halmozódott az elmúlt évtizedekben ahhoz, hogy ebben a tudás átadási munkában méltó partnereink lehessünk a gazdatási dologban. Jakab István, a MAGOSZ elnöke kiemelte, hogy az agrárfejlesztési stratégia egyik legfontosabb eleme a nagyüzemek és a családi gazdaságok jelenlegi 50-50%-os arányának megváltoztatása a kis- és középgazdaságok javára, a 80-20%-os birtokpolitikai arány kialakítása. A kétharmados parlamenti többséggel megszavazott földtörvény, a földhöz jutás szabályainak szigorodása már is érezteti kedvező hatását, jelezte az elnök. Nem elég azonban a földet megszerezni, megtartani csak eredményes gazdálkodással lehet, hangsúlyozta, ezért szükség van az őstermelők érdekeinek védelmére, a fokozott ellenőrzésre, például az igazolványokkal visszaélők, a csalók kiszűrésére, tette hozzá Jakab István. A mezőgazdaság hozzájárulása nélkül nincs életképes magyar nemzetgazdaság, jelentette ki felszólalásában Orbán Viktor miniszterelnök. A kabinet nem hagyta, hogy kiúzzák a talajt a magyar gazdák lába alól, folytatta. Az új földtörvénnyel elérték, hogy a magyar termőföld mindenki mást megelőzően a helyben lakó földművelő gazdák tulajdonában és használatában maradjon. Ha innen nézzük a mostani földvitát, azt tudjuk mondani, hogy az a világ, akit önök képviselnek, akit mi képviselünk, ebben a vitában, ebben a sok száz éves vitában folyamatosan vesztésre állt. Nagyon rövidek voltak azok az időszakok, amikor úgy érezhették a földet művelő emberek, hogy a megélhetés nyújtó föld elsősorban mindenki mást megelőzően az ő kezükben van. A nagy birtokok II. Világháborút követő földosztása után sem jött létre ez a világ, mert a szocialista nagybirtokrendszer ezt megakadályozta. Ezért, amikor a parlamentben a legutóbbi földtörvényt elfogadtuk, és kimondtuk, hogy a termőföld 80%-át segítsük a kis- és középvállalkozások kezeügyébe, a középgazdák meghatározó súlyával, és 20%-nál több ne maradjon nagybirtok formában művelésben, akkor egy nagyon súlyos, sok száz éves vitát eldöntöttük. Kétharmados törvénnyel döntöttük el, és persze a mostani kétharmad egyfelől azt jelenti, amit Jakab elnök úrunk mondott, hogy még lehet finomhangolni, de azt jelenti, hogy nekünk van kétharmadunk, másnak pedig nincs kétharmada, és akinek nincs kétharmada, az ezt a törvényt nem tudja megváltoztatni. Orbán Viktor beszédében hosszú ideje kipróbált szövetségnek nevezte a MAGOSZ és a jelenlegi kormánypártok együttműködését. Azt is mondta, Magyarország sokat tanulhat a gazdáktól, mert ők pontosan tudják, vetés nélkül nincs aratás, és ezt az egész országnak meg kell tanulnia. A Szent István Egyetemen tartott tanácskozáson a küldöttek újra választották a szövetség elnökévé Jakab Istvánt, aki így további 4 évig töltheti be a posztot. A MAGOSZ szövetségi igazgatója továbbra is Budai Gyula marad.